Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril divatárú és ékszerüzlet gondoskodik. Köszöntöm nézőinket! Vannak jeles napok, amelyeken egy kicsit mindenkinek érdemes elmerengenie. Én azt gondolom, hogy pontosan ilyen október 15-e a Fehérbot napja. Már is mondom, hogy kik a vendégeim. Stílszerűen valamennyien a VGK-e, na most segítsetek feloldani, mielőtt elmondanám, hogy kik ülnek itt. Mondjuk először kérem Mészáros Ágit, hogy segítsen nekem feloldani, hogy mi ez a VGK-e. Üdvözlöm a nézőket! Mi a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületétől jöttünk, és te ennek vagy a rövidítés. Alelnök, én vagyok Fodor Ági az elnök, és Kiserika pedig a szolgálatvezető. És akkor, ha megengeditek, azon túl, hogy nagyon örülök nektek, hogy itt vagytok, egy érdekes idézettel kezdeném, pontosabban nem is idézettel, adattal, ami nagyon fontos. Az Egészségügyi Világszervezet WHO adatai szerint a Földön 285 millió ember szenved látáskárosodásban. Minden ötödik percben megvakul egy felnőtt, és minden percben egy gyermek. Ha ez ugyanilyen ütemben folytatódik, akkor a vakok száma 2020-ban elérheti a 75 milliót. A világban ma 39 millióra tekint tehető a vakok, és 246 millióra a gyengénlátók száma. Magyarországon közel 33 ezer vakember él, a látássérültek száma pedig meghaladja a 218 ezret. Ezek eléggé sokkoló számok, szerencsére vannak olyan civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, mint például a tietek is, amelyik tud segíteni azoknak, akik rászorulnak. Mióta, vagy mikor alakultatok, Ági? Egyik Ági. Igen. Elnök Ági. 2004-ben alakult az egyesület, látássérültek alapították, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. Olyan látássérültek, akik akarnak tenni azért, hogy az életük könnyebb legyen, vagy az életüket szeretnék irányítani, és segítő szolgáltatásokat, érdekképviseleti szolgáltatást indítottunk el. Én is az egyik alapító vagyok ennek a szervezetnek, alapító elnökeként már most 14 éve irányítom a szervezetet, és fiatal, többnyire fiatal látássérültek alapították. Fekete szemüveg van rajtad, te látsz valamit, Ági? Én nem látok. Semmit? Semmit, igen. Te született vak vagy, vagy megvakultál? Én 18 éves koromban egy betegség folytán, zöldhályog betegség folytán kerültem ebbe a igen speciális élethelyzetbe, és azóta kellett alkalmazkodnom, megtanulnom azt, hogy hogyan tudok teljes értékű életet élni. Hogy ez hogyan sikerül, arról még természetesen beszélünk. Igen. Másik Ági, te mit látsz? Vagy mennyit Én látsz? Én születésem óta látássérült vagyok. Nekem egy méhen belül fertőzés okozta ezt a szembetegséget, ami 3 éves koromban derült ki. Gyengénlátó iskolába jártam, és még mind a két szememre láttam 11 éves koromig, amikor is levált a retinám a jobb szememről. Arra már fényt sem látok. A bal szememre nagyon-nagyon keveset. Még fehér botot nem használok, de már nagyítókat, illetve ilyen felolvasó szoftvereket számítógéphez, telefonhoz igen. Ezt az 5%-ot, ha mondhatom, hogy ennyit látok, 6%-at a két szemetekkel, nem foltoknak kell elképzelni, hanem ugyanúgy látom élesen a színeket, a poharat, az Azt asztalon. Látod, hogy én milyen színű ruhában vagyok? Szürkéskék. Uh-huh. Felső, fehér nadrág, hátul nyitott szandálod van. Akkor pontosan látod, igen. De arcot, az apró részleteket, az arcmimikát, azt már nem. Ilyen közelről sem, másfél méterről. És akkor a sorból némiképp kilóg Kiserika, ugye? Mert te az Egyesület szolgálat vezetője vagy, majd mindjárt elmondod, hogy az mit csinál, viszont te látó ember vagy. Igen, én látó emberként kerültem az Egyesülethez.
szemüveget ugyan hordok, de ez nem jelent látássérültséget. Erika, miért gondoltad te, hogy neked közöttük a helyet? Tehát, hogy benned van valami empátia, segítő szándék, támogatói szándék, szóval miért vagy? Nem most itt, hanem hogy velük közöttük, értem, szerintem értük. Nagyon jól fogalmaztál, az empátia elsősorban, illetve hát a saját átmenetileg megváltozott munkaképességem okozta, hogy ide kerültem az Egyesülethez. Na most szolgálatvezető vagy, mit csinál egy szolgálatvezető? Szolgáltatásvezető vagyok. De szolgáltatás, bocsánat, mert vezető. Ez olyan vasutas módon, igen, hangzott ez a szolgálatvezető. Szolgáltatásvezető vagyok, összefoglalva gyakorlatilag az ügyfélszolgálat, a támogatószolgálat, a gyógymasszás szolgáltatást, gyógy- és nyirokmasszás pontosabban szolgáltatást vezetem. Az nagyon jó masszás, de nektek ez miért fontos különösen, hogy legyen, vagy ezt úgy kitaláltátok, vagy hogyan épül, igen, be a rendszerbe? Igen, hát 2014-ben alakult az első szolgáltató egységünk, de ezt megelőzte természetesen egy nagyon komoly kutató kereső munka, amelynek következtében eljutottunk egészen idáig, hogy az első egységet meg tudtuk nyitni. De hogy ti masszíroztok, tehát hogy pontosabban, ugye Ágik, ti vagytok azok, akik a masszást adják. Foglalkoztatunk 14 gyógymasszőr. Ja, hogy ti foglalkoztatjátok, igen, a gyógymasszőrt. Igen, tehát 14 gyógymasszőrt, jelenleg ettől az évtől 14 gyógymasszőrt foglalkoztatunk. Budapest 5 helyszínén, ezek állandó helyszínek, nagyon hosszú nyitvatartással, tehát bárki számára elérhető, reggel 8-tól este 8-ig, szinte majdnem minden helyszínen, és ezen kívül dolgozunk. Ez akkor azért fontos, csak hogy megértsem, hogy, igen, bevételt jelentsen az Egyesületnek? Hát, miért fontos? Azért is, de hát... És még miért? Értékteremtő munka. A látássérülteknek munkát tudunk biztosítani. Ez volt a kérdésem, igen, hogy ugye, igen, ez ti, tehát akik látássérültek, azok csinálják. Igen, és hát ezáltal saját magukat is egészen más polcra tudják helyezni. Egyesületünknek egy nagyon fontos filozófiája, hogy értékteremtő, hasznos munkát, elfoglaltságot, képzést nyújtsunk a látássérülteknek. Tehát mi tevőleg kivesszük a részünket, mi egy védett munkáltató vagyunk, ez talán még nagyon fontos, mert nem minden civil szervezet vállal ekkora oroszlán részt a fogyatékos ügyből. Tehát, hogy a mi szolgáltatásainkat átszövi az, hogy minden egyes részlegünkben ott ülnek a látássérültek. Tehát, hogy ők aztán egyből szólnak, ha valami nem arra fele halad. Tehát, hogy ezért kellően építünk a tapasztalatokra, arra, hogy azonnal tudjunk az igényekre reagálni. Tehát, hogyha valami nem olvasható, nem látható, nem elérhető szolgáltatás, az Egyesület nagyon-nagyon gyorsan képes reagálni mindenre, ami körülveszi őt. Na, ha már itt tartunk, akkor nyilván érdekelne a ti sajátos sorsotok abból a szempontból, hogy például van-e családotok, van-e gyereketek, akkor kezdjük a látássérült Ágival. Én jelenleg egyedül nevelem a gyerekemet, 8 éves a Matyi. Látó Matyi? Ő látó, hál' Istennek, és egyedül ellátom őt teljes mértékben, második osztályos, szüleim vidéken laknak, úgyhogy itt Pesten egyedül koordinálom az életemet. Másik Ági? Én is a családommal élek, van egy 11 éves kisfiam, ő jól lát, és van egy férjem, aki szintén jól lát, és mi jól kiegészítjük, azt gondolom, egymást. Amikor engem a párom megismert, akkor gyorsan második, harmadik randi után azt mondta, hogy hát Ági, te nem vak vagy, csak nem látsz, és ezzel annyira jól összefoglalta a dolgokat, mert hogy az emberi elme az hihetetlenül képes alkalmazkodni minden olyan új helyzethez, amit az ember akar, és meg akarja tanulni, meg akarja csinálni. Tehát, hogy ahogyan említettem, ez egy speciális élethelyzet, én nem tartom ezt betegségnek. Ági, neked, aki ugye azt mondtad, hogy 18 éves korodig, igen, láttál, ugye? Jól emlékszem. Igen, így van. Tudom, hogy ez most így nagyon közhelyesnek tűnik, és igazándiból egy szóval vélhetően mindenki ugyanazt válaszolná rá, de azért az állomások, a részletek érdekelnének, hogy milyen volt felfogni, elviselni, megérteni, beletörődni, hogy én most már így fogom leélni az életemet.
Én nem nagyon nagy hatással. Nehéz volt neked? Nagyon voltak. Nehéz volt? Nem volt nehezebb, mint bármi olyan kihívás, amit az életben én később megéltem. Rám a pozitív példa az nagyon jó hatással van, de hát, hogy viszonylag gyorsan találkoztam olyan látássérültekkel, akik szintén teljesen vakok voltak, és úgy élték az életüket, a hétköznapjaikat, hogy boldogok. És engem megfogott az az öröm, az a jókedv, ami őket körülveszi. És akkor eldöntötted, hogy te is boldog akarsz lenni, ha látsz, van, igen, nem látsz. Igen, engem a vágyaim azok nagyon-nagyon motiváltak. Én akkor pszichológus szerettem volna lenni, vagy valami hasonló, hogy emberekkel foglalkozzam, és végül is addig mentem, addig próbáltam a kapcsolataimat építeni, amíg tényleg én is a gyógypedagógiai főiskolát végeztem, szociális munkásszakon diplomáztam, tehát hogy minden korábbi vágy vagy cél, vagy olyan mozgató rugó, ami engem hajtott, azt én utol tudtam érni. A pozitív példák, a család, a barátok, és még külön kiemelném a rehabilitációt, tehát hogy nyilván attól nagyon fél az ember, ami ismeretlen, de hogyha egyszer azon az úton elindul, akkor a sikerekből lehet építkezni, minden apró sikerből. Alelnök Hági, muszáj valahogy megkülönböztesselek titeket. Emmági. Jó, hát akkor mondom így, hogy Emmági, a Mészáros Hági, hogy neked ugye most mi a prognózis? Tehát akkor először azt kérdezem, hogy ez az 5% ez marad, vagy ez tovább fog romlani? Hát nagyon szeretném, hogy maradjon, és igen. Elméletileg a betegségemből kifolyólag maradhatna is. Igen. Mert hogy csináltak egy retina leválást megelőző műtétet, emiatt mondjuk császármetszéssel szülhettem, vagy nem emelhetek nehezet, ezt be is tartom. Viszont szülés után jelentkezett egy egyes típusú cukorbetegség, amit tudunk, hogy a cukorbetegségnek egyik legfőbb szövődménye az, hogy a kisereket tönkre teszi, és emiatt én félek a megvakulástól. Nagyon betartom a diétát, nagyon megyek az orvoshoz 3 havonta, és minden, amit lehet, betartok, hogy ezt elkerüljem. Egyelőre én nem gondolkozok ezen, hogy akár megvakulhatok, de hogy el kell ezzel gondolkodnom, sajnos. Egyébként ugye azt mondja a fáma, hogyha ha valakinek valamilyen érzékszerve nem működik, akkor majd lesz más, ami átveszi helyette azt a funkciót, vagy azt a feladatot. Neked, Ági, melyik érzékszerved a legerősebb? Hát ezt nagyon nehéz így egyre fókuszáltan mondani, mert legyen tényleg minden fölerősödött. Minden? Igen, a tapintás, a hallás, és egészen különös érzékelései is az embernek kialakulnak. Például? Hát például, ha én bemegyek egy üres, vagy bemegyek egy helyiségbe, és ott nincs senki, akkor én biztos vagyok benne, hogy nincs senki. Hogyha ott egy ember ül, és meg se szólal, akkor is tudom, hogy ott van. Tehát érzed? Igen, ezek, hát nem tudom, hogy rezgésnek lehet nevezni, tehát nem azt hallom, hogy ő lélegzik vagy sóhajtozik, hanem egész egyszerűen érzem, hogy ott van egy ember, és ugyanez például... Tehát tudod, hogy ott van. Tudom, igen, érzem, hogy ott van, igen. Elkezdtél még valamit, csak közbevágtam? Hát Ágit szoktam ilyen, meg Erikát is ilyen jó sztorikkal szórakoztatni, hogy például, ha megérkezünk egy épületbe, ahol lift van, akkor ugye hátrább szoktak állni, hogy meg ne üsse az embert a lift ajtó, mikor kinyílik, ha várja a liftet, és akkor nekem is a férjem szoktam mondani, hogy álljál hátrám, mert megütnek a lifttel, hogyha kinyílik az ajtó, és szoktam mondani, hogy de nincsen benne senki. Tehát, hogy annyira ez kifejezetten ez egy időszakban így szórakoztattam magamat is, hogy most vannak-e a liftben, vagy nincsenek. És akkor tényleg nincs benne tényleg senki, nincsen benne senki. És nem csak az alapján, hogy beszélgetnek, hanem az embereknek van egyfajta kisugárzása, talán ezt is lehet mondani, tehát meg lehet érezni egészen pontosan. Egyébként most induljunk el mondjuk otthonról. Tehát, hogyha én arra vagyok kíváncsi, hogy ti hogyan vásároltok, hogyan közlekedtek. Tehát például mindegy, hogy melyik Ági fog erre majd válaszolni, amelyik Ági akar, hogyha például bementek a boltba, akkor honnan tudjátok, hogy pont azt az almát, vagy pont azt a lisztet, vagy pont azt a vajat, vagy tök mindegy, hogy mit, hogy neked pont arra van szükséged.
Én szoktam az online bevásárlást is használni. Aha. Az nagyon praktikus, mert otthon a saját gépemen kiválogatom, amit akarok. Ez egyben... Beszél a számítógéped, vagy pedig a brejírással? Én még közelebb húzom a monitort, hogy még akkor látsz valamit. Így van. A másik az, hogy imádok piacra járni. Úgyhogy én itt lakom a 6. kerületben, és a Hunyadi téri piacon szoktam legtöbbször bevásárolni. Még át tudom válogatni az almát, a zöldséget, aha, hogy melyiket szeretném. Közel hajolsz? Igen, közel hajolok. Vagy közel teszed a kezeddel. Meghasználok mondjuk árak, vagy krémek, aha, összetevői, vagy hogy meddig jó a szavatossága, azt pedig nagyítóval szoktam megnézni, egy ilyen pici kézi nagyítót szoktam használni. Vagy valakit viszek magammal, és látósegítséget veszek igénybe. Ágim? Hát, köszönöm, hogy átveszed a helyem egyik, Ági. Igen, amíg én egyedül vásároltam, most egyébként a férjem vásárol, vagy közösen vásárolunk, de amikor egyedül vásároltam, akkor én kérdeztem mindig, tehát, hogy megkértem valakit, aki segít, hogy elmondtam, hogy mit szeretnék, igen, de ha gyümölcsről, zöldségről van szó, akkor én megszagolgatom, megtapogatom, az, ha valami rohadt, vagy olyan, tehát azt azért lehet azt a szagá alapján érezni, vagy ki lehet tapintani. Egy gyümölcs, egy zöldség, ha fonnyadt, akkor azt is lehet kitapintani. Ha egy ásványvizet meg lehet különböztetni az alapján, hogy benyomjuk egy picit az üveget, keményebb a szénsavas, aha, puhább a kevésbé. Nagyon kevés dologra van ráírva brejírással, szinte semmire. Hát. Én egy-két tusfürdőt találtam, amire rá volt írva, de jellemzően nem. Ez nyilván egy nagy segítség lenne számunkra, de hogy ezer ilyen szálon fut jelenleg, hogy számunkra hogy lehet akadálymentessé tenni ezeket a dolgokat, fizikailag is, akár tényleg a brejírás, vagy a tapintható dolgok által, de az irány is elindult, hogy QR kódokat tesznek egy-egy termékre, és nálunk az iPhone, ami egyébként beszélő szoftverrel gyárilag felszerelt. És leolvassa. És akkor ez nektek már segítség. Például, igen. Igen. Vagy ha a legegyszerűbb formáját gondolom, az emberi kapcsolatok, tehát, hogy bennünk muszáj, hogy legyen egyfajta bizalom, anélkül nem lehet létezni. És ez az elfogadásról szól, meg az identitásról, hogy mennyire... Ági, mondtál egy nagyon fontos dolgot a bizalomról, és ugye nekem az jutott eszembe, hogy vajon mi látók élünk ezzel a bizalommal, vagy pedig visszaélünk vele. Tehát, hogy volt olyan eseted, amikor valaki ahelyett, hogy segített volna, kellemetlen helyzetbe hozott téged például? Saját példámon én nem emlékszem ilyenre, már több mint 20 éve dolgozom ezen a területen, és egy-két ilyen kirívó esetet hallottam. Ritkák ezek ritka, a példák? Ritka, borzasztóan ritka, tehát hogy alapvetően az embereknek a hozzáállása inkább a segítő hozzáállás, vagy a közöny. Tehát, hogy ezt a két dolgot érzékeljük, és hát ezen dolgozom. Tehát a negatív, a kigúnyolnak, a megalázlak, a csúfollak, ez nincs. Nincs. Ha ilyet mégis az ember hal, vagy hallott, talán mintha a gyerekeknél. Fiatal, tehát, hogy ők nagyon kegyetlenek egymással, de hát, hogy ezen is dolgozunk, hogy ez legyen másképp, és a gyerekek a lehető legkisebb korban szerezzenek tapasztalatot a mi élethelyzetünkről. Neked sincsen ilyen példát, Mészáros Ági? Én Debrecenben jártam a gyengénlátók iskolájába, ami azt jelenti, hogy mindenki látássérült volt. Igaz, hogy nem, vakok nem voltak, csak gyengénlátók. Nálunk is ugyanúgy ment, hogy pápaszemes, meg szóval mentek, aha, a csúfolódások, de felnőtt korban ezt már nem tapasztaltam. Tehát olyasmi, hogy a buszon, a villamoson, az utcán, olyan az üzletben esetleg, ellök, hogy... vagy látja, hogy te rászorulnál a segítségre, és direkt kellemetlen veled. Olyan volt már, hogy nekem látszik a pupillám helyén ez az elszíneződött kis folt, és úristen, nézd már, milyen tetoválása van. Szóval, hogy inkább nézték, hogy ezt hol csináltattad. Vagy én pont ez a határmesdje vagyok, hogy nem tudják, hogy látássérült vagyok, nem értik, hogy miért kérdezem, aztán inkább én elmondom, hogy én látássérült vagyok, és ebben kérném a segítségét. És általában így akkor nem tud visszautasítani. Nagyon fontos, hogy az mi igényeinket elmondjuk.
Na most, és akkor ennek az érem másik oldalát is mondanám, hogy hallottam olyan példát, hogy próbálnak nektek segíteni, tehát hogy valaki adott esetben odalép, itt ott, amott, mert azt gondolja, hogy ő most segít neked cipelni, igen, vagy segít téged átkísérni, vagy megmutatja, hogy, vagy szól, hogy most, mert ugye nem sípol mindenhol a lámpa például. Igen. Tehát elmondja, hogy most zöld mehetsz, és hogy csúnyán fogadjátok, tehát hogy van olyan, aki durván szól vissza, tehát hogy nem empatikusan, nem kedvesen, pedig hozzá kedvesen közelednek. Hát sokféle helyzet van. Az, hogy látássérültek, ez egy jellemző, egy közös többszörös, de hogy tulajdonképpen ahányak vagyunk, annyi félék, még mellesleg. Lehet egy frusztrált napja, rossz kedve, rossz hangulata, lehet, hogy önmagában egy totál bunkó valaki az élet más területén is, tehát hogy ez nem feltétlenül azért van, mert ő látássérült, és nem feltétlenül annak az illetőnek szól, tehát hogy ezeket mi is halljuk, nagyon személyiségfüggő, azt gondolom, ez a dolog, és biztos, hogy a látássérültetnek is tenni kell azért még, hogy a kölcsönösséget így elfogadják, vagy a segítő szándékot. Azt gondolom, hogyha a látássérültek arról beszélnek, vagy mondják, hogy a társadalom legyen befogadó, érzékenyebb, akkor mi pedig látássérültként azt kell, hogy mondjuk, hogy a látássérülteknek is érzékenyebbnek kell lenni, és befogadóbbnak. Egyébként mi az, vagy az életnek melyik területe, a hétköznapoknak melyik területe, hiszen ti ugyanúgy élitek az életeteket, ahogyan mi éljük. Tehát ugyanazokkal a gondokkal küzdök, ugyanúgy kell adóbevallást csinálni, ugyanúgy, ha valamit eladsz, akkor neked is szükséged van mondjuk egy ingatlan tulajdoni lapjára, ugyanúgy be kell menned az önkormányzathoz, ugyanúgy kell kérned oklevelet, szóval oklevelet, útlevelet akartam mondani, az jó, hogyha kaptok oklevelet. Melyek azok a területek, ahol úgy érzitek, hogy nem működik az esélyegyenlőség, nem működik az akadálymentesítés, és hogy jó lenne, hogyha ott egy kicsit tüzet oltana, akinek az a dolga? Hát nekem most nagyon sok minden jutott eszembe, de... Sorban. Az elektronikus ügyintézés, meg minden, ami digitális, én azt gondolom, hogy itt egy ilyen hihetetlenül gyorsan száguldó vonaton ülünk mindannyian, és az akadálymentesítés, vagy az egyenlő esélyi hozzáférés az így kullog. Tehát, hogy mire az érdekvédelem meg a szakma erre tud reagálni, addigra újabb portált nyitottak meg arra, addigra újabb elektronikus űrlap, és ugyan vannak szoftverek és vannak applikációk, amelyek bennünket segítenek, de mindig utólagosan vannak fejlesztve. És ez azért nagyon nehéz, mert erre mindent föl lehet fűzni, a foglalkoztatást, az oktatást, a munkavállalást, hogyha egy folyamatos hátrányból kell nekünk tartani a tempót, az borzasztóan nehéz, és ez minden összefügg, úgyhogy ebben hiába vannak uniós alapelvek, ezen mi rettenetesen sokat küzdünk, meg az Országos Szövetség, valamennyi egyesület, alapítvány, hogy a digitális tartalom meg az internet adta lehetőségek hátrányával meg tudjunk birkózni. Mondjál nekem konkrét példát. Például az adóbevallást témet tudjátok csinálni? Nem. Ez most van akadálymentesítés alatt, de miután peres eljárások indultak, és a történet összeszereplője bevonásra került. Nem mi, az Országos Szövetség. Aha. És az Egyenlő Bánásmód Hatóság, aki ugye ebbe egy nagyon komoly szerepet vállal, fontos szövetségese az érdekvédelmi szervezeteknek, hogy kialakuljon egy párbeszéd. Na most Ágiahoz hatalmas nagy fejlesztésekre lenne szükség, hogy ez a számotokra is elérhető. Hát alapvetően úgy kellene, hogy készüljenek, tehát hogy van egy nemzetközi szabvány, amit minden informatikusnak, amikor készíti ezeket a portálokat, akkor figyelembe kell venni. Tehát nem külön ezekre a portálokra kell egy beszélő szoftvert készíteni, minden vakszemélynek most már ingyenesen lehetősége van. Éppen a nyár folyamán hirdették meg ezt a programot, ingyenesen hozzá lehet jutni a beszélő és nagyító szoftverekhez.
hanem... Tehát akkor csak a másik oldalon kell egy program. Igen, és ehhez kell amivel ismeret, ti tudtok kommunikálni. Hogy tudják az egyetemeken már oktatni az informatikusokat, minden mérnököt, hogy a technika és az eszközök azok rendelkezésre állnak már nagyon régen. Csak szerintem egy hihetetlenül felgyorsult helyzetben van mindenki, és ahhoz nagyon-nagyon nehéz, tehát a mi hátrányainkat ez okozza, hogy minden olyan gyorsan változik. Mondtad, hogy jól emlékszem, gyógypedagógia szakot végeztél, ugye? Igen. Léteznek, vagy léteztek elektronikus jegyzetek? Nagyon kevés. Mit csináltál? Felolvastattad valakivel, hogy mit csináltál? Beszkenneltem, és... Én körülöttem úgy alakultak, nyilván nem véletlenül, mert ezért én nagyon sokat tettem, hogy nagyon sokan olvastak, 10-15-en, és többször elmondták, hogy egyébként olyan jó, hogy neked olvashatunk, mert ők egyébként ezt nem olvasták volna el, mondták az egyéb folyamatásig. Tehát, hogy valahogy meg kell próbálni mindig a hátrányokból szerintem előnyt kovácsolni, csak úgy lehet előrébb haladni. Egy példát mondtál már, hogy ugye egy csomó cuccon terméken nincs rajta a Braille-írás. Igen. Mire lehetne, vagy mindenre föl kéne írni, úgy gondolod? Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül mindenre. A Braille-írás egy nagyon terjedelmes egy dolog. Úgy kell elképzelni, hogy ami egy A4-es papíron elfér, síkírásban, az Braille-írásban három oldal. Tehát, hogy nagyon nagy terjedelme van. Eléggé költséges, pont ebből fakadóan. Tehát a Braille-írás a mai világban már csak arra szorítkozik, meg a leglényegibb része, hogy információt rövid kis, úgymond távirati stílusban, vagy feliratozva szerepeljen bárhol. Nekünk ez nagyon nagy segítség, tehát hogyha több dolgon megtalálható, az biztos, hogy számunkra segítség. Nagyon nagy teret hódít az informatika területén elérhető alkalmazások, applikációk, tehát az is legalább olyan fontos. Egyébként tudjátok, hogy a Braille-írás honnan ered? Igen, katona. Még Louis Braille előtt. Igen előtt. Ez egy katonai titkos írás volt. Igen, igen, méghozzá Napóleon hadseregében, és ez szerintem fantasztikus van, izgalmas, hogy ő ezt azért találta ki, hogy a katonák éjszaka, hogy csönd ne legyen, fény se legyen, hang se legyen, semmi ne legyen, csak nem vált be, mert annyira bonyolult volt, hogy nem tudták megtanulni, és akkor jött Braille, és ő fejlesztette ki a vakoknak. Tehát ez egy érdekes történet ez is. És ha már a Fehér Bot napja apropóján beszélgetünk, akkor feltételezem, hogy a Fehér Bot előzményét is ismeritek. Igen. Légy szíves, mondjál nekem valaki. A 1920-as években Franciaországban egy grófnőhöz köthető ez az egész kitalálása, vagy ez az elgondolás. Ő sokat figyelte, hogy az utcán tévelyegnek látássérültek, meglehetősen kiszolgáltatottan és balesetveszélyes helyzetbe. És egyrészt a balesetek elkerülése véget találta ki, hogy ezzel az a kezük meghosszabbítása, tehát ki tudják tapogatni a maguk előtt lévő két lépést, illetve a Fehér Bot az egy egységes figyelemfelkeltő céllal született, hogy legyen ez fehér, és így terjedt el a világba. Te használsz Fehér Botot egyébként? Igen, igen. Erika, neked milyen érzés? Között, mert hát köztük éhez nyugodtan fogalmazhatok így, meg ugye most nem csak a két Ágival, hanem nyilván az Egyesület tagjaival is együtt dolgozni. Én amikor ide kerültem az Egyesülethez, akkor nem vagyok rá büszke, de a családom nagyon óvott, hogy valószínű, hogy mivel ilyen empatikus vagyok, le fog húzni ez az egész így lelkileg. Azért, mert valaki vak, meg hát látássérült? Igen, hogy nagyon meg fog viselni lelkileg. Aha. Igen, és pont az ellenkezője született ebből. Én rengeteget töltekeztem ebből, nagyon, nagyon sokat kaptam a látássérült és vak kollégáktól, és hát fantasztikusan érzem magam közöttük, és remélem, hogy ők is velem jól vannak. Nekem. Volt benned valaha sajnálat például? Nem tudom megfogalmazni, hogy sajnálat volt-e, de nekem is nehezemre esett először egyáltalán a szót magát kimondani, hogy vak.
Tehát ez, igen, azt hiszem, én abban a világban szocializálódtam, amikor nem nagyon, tehát nem is nagyon találkoztunk sérült emberekkel, és hát igen, amikor ide kerültem, akkor bizony tömegével találkoztam látássérültekkel, egyéb megváltozott munkaképességűekkel. Én most nagyon jól érzem magam, jó helyen vagyok, és abszolút jól vagyok a bőrömben. Én azt hiszem, hogy nem a vakszót nehéz kimondani, vagy nem a vakszónak van negatív csengése, mert annak egyáltalán nincsen, hanem a világtalannak, amit azért sajnos még időnként használnak, vagy a vaksz szinonimájaként hallani. Az is, igen. Mi összeállítottunk a kollégáimmal ilyen fogyiszótárt, ezt így is hívjuk. Figyelj, és akkor ebbe a javasolt, vagy a tiltott mind szavak a kettő van? Benne van. Na. És ezt egy ilyen szemléletformáló programok alkalmával, nyilván nem ovigva, de akár felnőtt, illetve iskolai csoportoknál rendszeresen játékokként is elő is vesszük. Igen, egyébként, ahogy mondja az Erika, tabunak gondolják a vakszót, és ezt ilyenkor el is mondjuk, hogy sokkal rosszabb a világtalan, amit te említettél. És mindenféle fogyatékosságra hallottunk már látásában, nem is tudom miért. Korlátozott, látáskorlátozott. Nem tudom, zavarba vannak, hogy? Vaklátó. Vaklátó, olyat is mondanak. Szóval a legkülönlegesebb szót mondják zavarukban. Mondanátok nekem olyan szót, ha már most ezt így szóba hoztátok, amit ti egyáltalán nem akartok hallani, az állapototokkal kapcsolatban, vagy ami szerepel ebben a fogyiszótárban, negatív, kerülendő, tiltandó szóként? Én magamról tudok beszélni, én a jobb szememre azt mondom, hogy nem vak vagyok, hanem nem látok. Uh-huh. Én magamnak azt mondom, hogy nem látok a jobb szememre. A világtalan kifejezést, igen, az biztos, azon, hogy mindenki elutasítja. Uh-huh. Mi van, amire azt mondjátok, hogy az pozitív, az jó szó, azt lehet mondani? Hát a látássérültet szerintem igen. Uh-huh. Azt gyengélátó, aliglátó. Ezt mindig elmondjuk, igen, vak, hogy ez igen. A látássérült, az egy gyűjtő fogalom, és ezen belül ugye három kategóriát különböztetünk meg, a gyengélátó, aliglátó és a vak. És ezeknek százalékos arányai vannak, nyilván a laikusnak ezzel nem kell tisztába lenni, ezért van az, hogy sokan gyengénlátónak vallják magukat, akár akkor is, ha szemüveget hord, pedig nem feltétlenül az. De mi mindig elmondjuk ezeket a határokat, hogy ki mikortól számít gyengénlátónak. Elkezdtük az imént, hogyha most ezt a fogyiszótárt így kivégeztük, és nem akartok mondani szavakat, mert én annak úgy örültem volna, de most így kellett volna mondjam, hogy hozzátok el magatokkal. Igen. Nem, hát attól a szókincsünk nem változott meg, hogy látássérültek lettünk, vagy látássérültnek született valaki, tehát hogy nem, bármit ugyanazt a szófordulatot használt, tévét néztem. Kuksi, szóval, hogy ugyanúgy mondják ránk is, vagy kancsi, vagy szóval a kancs arra, hogy te, ha ilyenre gondolsz. Ezek viszont, már mi nem... Viszontlátásra, viszont, jó napot kívánok, mindent ugyanúgy úgy használjuk. Persze. Én nem arra gondoltam, hogy ti most más szókészlettel élnétek, mint a látó emberek, hanem arra gondoltam, hogy ez mondjuk a társadalmi érzékenyítésnek is egy nagyon jó formája, hogyha van egy ilyen szótár, mert akkor én, aki valamilyen cipőbe járok, én megmondom neked, hogy mit ne mondjál nekem. Hát nem mond rám, hogy világtalan, ha én vak vagyok például. Le vannak tehát, ott írva, hogy fogyatékkal, fogyatékossággal, szóval hogy ilyeneket tudunk helyesbíteni, hogy mi az elvárt, vagy mit akarnak hallani.
de hogy ilyen pejoratív... Ez egyébként hogy van? Mert ezt én még nem tudtam így magamhoz elrendezni. Fogyatékossággal. Tehát nem fogyatékkal. A fogyatékkal élő az egy ilyen, mondhatni, ilyen katonai műszó. Igen, tehát olyan értelme nem sok van, mert mindenki vagy egyedül él, vagy a párjával, vagy a családjával. De nem a fogyatékkal él. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nagy butaság. Ez egy jó kérdés, hogy és akkor ki az a fogyaték, akivel ő együtt él? Igen. Inkább az, hogy fogyatékos, vagy ugye nem látó, vagy látássérült. Igen. Fogyatékossága. Elkezdtük már az imént sorra venni, csak aztán kijött ez a szótár, meg a szavak, ami egyébként egy okos dolog, hogy mi az, amiben ti azt mondjátok, hogy változtatni kell, és ha azt mondjuk, hogy unió, meg hogy akadálymentes környezet, akkor ahhoz bizony ez is hozzátartozik. Na most a különböző digitális rendszereket elkezdtük, az egyetemi oktatásban elkezdtük, hogy nincsenek elektronikus jegyzetek, vagy nagyon kevés. Egyéb terület, az élet egyéb, mondjuk ügyintézés, önkormányzati ügyintézés. Nagyon nagy előrelépések történtek egyébként az elmúlt években. Közszolgáltatások, ügyfélkapu, kormányablakok akadálymentesítése területén, tehát hogy érzékelhetően történt változás. Szerintem, ami lassabban halad, és lehet, hogy ez semmilyen pénzzel és eszközzel nem lehet, csak munkával, meg kapcsolatokkal lehet segíteni, hogy a fejekben is így természetesebben fogadjanak bennünket, vagy elfogadóbban. Hát ez azon múlik, hogy minél többen dolgoznak, tanulnak, közlekednek, és vannak jelen a hétköznapokban, annál elfogadóbb lesz. Igen, tehát mi magunknak is láthatóbbá kell váljunk ahhoz, hogy változzon a mi megítélésünk. De várjál, akkor milyen most? Minek kell változnia? Ezek szerint most rossz a ti megítélésetek? Hogyha azt mondjátok, hogy elfogadóbb kell legyen, és kell, hogy változzon. Nem mondanám azt, hogy rossz. Nem jó? Nem. Tehát, hogy szerintem nagyon, vagy ilyen túlmisztifikált a mi helyzetünk, hogy azt gondolják, hogy kézzel látunk, vagy nem tudom, ilyen közhelyek még igen erősek szerintem ez az alapja egyébként ilyen sokszor csodálkozásnak, vagy sajnálatnak is, amikor elhangzik, hogy szegény, és hogy de sajnálja, kevés az információ, kevés az élmény. Igen, tehát hogyha ezeket tovább építjük, miért akkor változik. Vannak olyan szituációk, amikor ti érzitek, hogy titeket sajnálnak? Hát vagy el is mondják. Igen. Én mondanék egy személyes példát. Például ügyintézés, csekkbefizetés, posta. Hívószám, eleve érintőképernyős. Hát ugye, igen, hát hogy mit válasszak. Azzal is sokat tudtok kezdeni az érintőképernyővel. Igen, nem beszél semmit. Igen. Általában már megtanulod, hogy a legfelsőt kell megnyomni, mert 100 000 alatt fizetsz be, tehát akkor ennyit én még látok, hogy a legfelsőt megnyomom. Na de már ott látom, hogy 1262-es leszek, a hívószám kijelzőt már nem látom, és azt sem, hogy melyik pulthoz kell menni. Igen, nem, de ha őt megkérem, aki már ott van, ő tuti előttem fog menni, tehát ő nem tud segíteni. Ezért ilyenkor egyébként bajba vagyok, és leginkább... És akkor mit csinálsz? Hát a pulthoz szoktam oda menni az ügyintézőhöz, hogy ne haragudjon, én ugyan van sorszámom, de nem fogom látni, hogy mikor következek, és hogy tudna ebben megoldást találni, vagy segítséget nyújtani. És igen, ilyenkor soron kívül egyébként ideadják a levelemet. Vagy a biztonsági őrt, de ő még sokszor nem hagyhatja el a helyét. Ugyanez van az OTP, bankokban. A bankban. Tehát ő látja a sorszám nem jelzőt. De nem jöhet oda megnyomni. Azt mondja, nem jöhet ki a pult mögül. Ági, és te, mert mondjuk a... Én még kicsit lát. Mészáros Ági egy kicsit lát. Na de te, Ági, te mit csinálsz a postán te például? Én a biztonsági őrt fűzöm meg, hogy jöjjön. Nyomja meg, vagy jöjjön ki a helyéről. És egyéb... működik? Igen. A kormányablakokban pedig külön szereltek egy olyan gombot, hogy akadálymentes ügyintézés, egy jó nagy sárga gomb, és akkor nem az érintő képernyőt kell tapogatni, hanem azt a gombot megnyomni. Tehát azért mondom, ilyen változások az elmúlt években honnan volt. Honnan tudod, hogy sárga? Hát azt nem tudom, hogy nagy sárga, de ott bál mellett az ügyintéző, és akkor ő mondja, hogy van egy akadálymentes ügyintézés, azt kell megnyomni. Tehát, hogy sok
szerintem nagyon sok változás van, és minél több beszélünk magunkról, minél több helyen beszélünk magunkról, minél több pozitív példát mondunk el, szerintem akkor... Onnan elfogadóbbak lesznek az emberek. Egyébként mondtátok, hogy a sajnálatra mondtok példát. Onnan indultunk, csak aztán lett belőle engem posta, meg bank. Engem sajnáltak egy pékségbe. Na, hát téged fél. Aztán miért sajnálnak? Mert hallod, egy ilyen nagyszájú jó csajt, miért kell sajnálni? Így van. Mondtam, hogy valami egészséges zsemle van, ugye, hogyha nem látom, hogy mi van kirakva, akkor azt mondja, van rozsos, meg tönkölyös. Mondom, köszönöm, ebből kérek ennyit. És mondom, segíteni a kiválogatni az aprót. És mutatom a tenyeremben a pénzt, ezt is segít. És akkor azért egy kicsit látsz, megkérdezte félve az eladó, és mondtam, hogy hát egy picit igen. Szegény, így születtél, mondom, igen. És egyből amúgy sajnálnak első körben, mindig. De tehát ezt téged már nem bánt, megszoktad? Nem. Nekem is volt egyébként számos ilyen példa, a villamoson leültem, és akkor mögöttem vagy mellettem, aki állt, hogy szegény, meg nem tudom, és akkor én visszakérdeztem, szóltam? Hogy hát miért, igen, hogy miért gondolja ezt, nekem mindenem megvan, amit én szeretek, meg amire vágytam, meg nem éhezek, nem vagyok beteg, egészséges vagyok, és akkor, ja, bocsánat, nem erre gondol, csak úgy kiszaladt a száján, és szerintem több ilyen van, hogy úgy kiszaladt a száján, és hogy ezen kell változtatni. Te és a villamoson buszon átadják például a helyet neked? Vagy mondják, hogy tessék leülni? Legtöbbször igen. És hát ebben is van egy vita, azt gondolom, a látássérültek között. Van, aki semmiképpen nem akar leülni. És akkor ő leültetik, akkor ő megsértődik, hogy leültetik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan gesztus, vagy egy olyan helyzet, amit egy látássérült jó, hogyha elfogad. Mert hogy nem feltétlenül maga miatt, biztosan ha azt gondolja is, hogy tudna állni, de hogy ha nem fogadja el a helyzetet, lehet, hogy legközelebb nem fogják neki átadni, vagy az illető nem adja át. És ez a borzasztó nehéz, hogy nekünk látássérülteknek is kölcsönösséget, az ilyen segítő helyzeteket fel kell tudnunk ismerni, mert nem biztos, hogy legközelebb oda jön az a valaki segíteni egy másik látássérültnek, hogyha negatív tapasztalata van. És akkor ti saját magatoknak is csináltok, nem is azt mondom, hogy tanfolyamokat, de hogy ilyen foglalkozásokat, vagy beszélgetéseket, vagy hogy hogyan reagáljunk például, hogyha valaki odajön és azt mondja, hogy ülj le, és én nem akarok leülni, hogy elküldöm a fenébe, vagy pedig valami más módszert választok. Hát van erre lehetőség nálunk is, beszélgetni, ügyfélszolgálatot is üzemeltetünk, ott is három látássérült kollega dolgozik, tehát hogy személyes tapasztalatokat meg lehet beszélni, de van, itt Budapesten 13 kerületben működtetünk klubot, ahol szintén Ági koordinálja ezt a közösségépítő munkát. A televe úgy vannak kialakítva a párok és a munka lehetőségek, hogy egy vak és egy gyengén látó, vagy egy más megváltozott munkaképességű kollega vannak párban, és jelenleg tényleg 13 kerületben dolgoznak. Ők havi szinten klubokat építenek, vagy szerveznek, és ide nem csak látássérülteket várunk. És akár ezeken a klub alkalmakon, de nálunk Javicski Ági közel 60 látássérült kollega dolgozik, igen. Aki javarészt gyengénlátó és vak felesbe, és mindig megosztjuk egymással, mert azt gondoljuk, hogy tényleg a tapasztalati úton lehet így tanulni egymástól. És a negatív dolgokról is beszélünk. És van olyan kollega, aki akár tényleg elmondja, hogy egyszer így reagált, mert ő róla nem tudják elsőre, hogy ő ott született, ismeri az egész kerület utcáit mondjuk, és akkor ő azt mondja, hogy de segítsenek. Nyilván van ennek egy módja, persze, ahogy ezt lereagálja.
De aznap rossz napja volt, és... és így sikerült. Erika, az ügyfélszolgálaton milyen ügyekkel, milyen témákkal keresnek a leggyakrabban? Miben várnak a legtöbben segítséget tőletek? Hát a legkülönbözőbb dolgokkal keresnek meg például. Minket. Hát rendeletek után érdeklődnek, különböző... tehát a rokkantsággal kapcsolatos, milyen juttatásokat kaphatnak, hol tudnak az egyesülettel kapcsolatot teremteni, belépni az egyesületbe. Munkát keresni. Így van. Pályázatok után érdeklődnek. Vakvezető kutyát igénylés. Segédeszközöket, nagyítókat. Tehát akkor tudtok segíteni vakvezető kutyában is igen, ezek szerint? Igen. Az Országos Szövetségnek működő vakvezető kutya kiképzőiskolájához úgy tudja valaki eljuttatni az igényét, hogy van egy formanyomtatvány, amiben nagyon részletesen feltérképezik az ő környezetét, igényét, hol lakik, milyen rendszerességgel szorul segítségre, dolgozik, tanul, és ahhoz van egy oldalnyi javaslat, amit az egyesületnek kell mellé csatolni. És akkor Ha mondanátok nekem még példákat. Milyen? A kérések, a kérdések, a segítségnyújtás. Képzésekkel kapcsolatosan, de a legkülönbözőbb eset előfordul, hogy ő szeretne kávéfőzőt venni, bevásárolni, van-e valami, amit... Igen, orvoshoz szeretne eljutni. Ugye a támogató szolgálatunknál alapvetően segítőszolgáltatás révén sok olyan helyzet van, amikor a személyisegítő elkíséri orvoshoz, fodrászhoz bevásárolni. Tehát vannak embereit? Vannak személyisegítőink, akik jelenleg 207 látássérültel van szerződésünk és kliensünk, úgyhogy őket a hét minden napján, van akit minden nap, van akit minden héten, van akit havonta egyszer, és hát nagyon-nagyon változó. Van, akit minden évben egyszer a temetőbe kell kikísérni halottak napján, mert Ági, neki csak van akkor egy portálotok, ahol lehet titeket keresni? Igen. Elmondod a címét, mert azért ez szerintem egy nagyon fontos információ, amit most hallottunk. Igen, az a címe, hogy vgke.com, és itt külön a főmenüben láthatja már, aki ezt megnyitja. Ez egy akadálymentes honlap, az is nagyon lényeges. Külön van olyan menüsor, hogy látássérült vagyok. És akkor azon belül minden olyan segítőszolgáltatás föl van sorolva, amiről itt mi említést tettünk. Van külön intézményeknek nyújtott szolgáltatásunk, nagyon sok egyéb programunk van, amelyet az intézményeknek, iskoláknak, egyéb szervezeteknek kínálunk. Van jogi kisokos, tehát a jogszabályok után is lehet érdeklődni, és vannak az egyesület tagságával, tehát az egyesületben való belépésről is alapadatokat lehet találni. Azt hiszem, hogy nagyon fontosak ezek a praktikus tudnivalók, mert hogyha ha olyanok néznek bennünket, akik a ti sorstársaitok, nekik nyilvánvalóan nagyon fontos a segítség. Meg ha olyanok, akiknek a családi körében, barátai között vannak rászorulók, akkor nekik szintén fontos az, hogy akkor vannak itt valakik, akiket meg lehet keresni. Egyébként feltételezem, hogy köztetek, hát másképp nem is működhetne ez az elnök-alelnök viszony, jó kapcsolat kell, hogy kialakuljon, vagy abszolút. Jó kapcsolat kellett, igen, hogy kialakuljon múlt idő. Igen, félszavakból értjük egymást az ágival. Hány évet csináljátok ezt így együtt? Öt. Lassan öt. Melyiketek? Mert valakiről hallottam, hogy van egy olyan kisfia, aki tűzzelvassal kiáll az ő édesdrága anyukájáért. Igen. A tied? A Matyi most 8 éves, második osztályos. Abszolút tapasztalom rajta most már, hogy védeni próbál, és van, hogy elviszem magammal egy-egy ilyen programra. Ő már abszolút tiszteletbeli védjékel tag, ő segíti a látássérülteket, vezetni, kínálni mindent abszolút olyan szinten, ahogy azt kell. És anya Matyi be van tanítva. Abszolút. És azt mondja, anya, azt mondták rád, hogy fura a szemed, és hogy vak vagy. És akkor ezen ő sír. Édesen. És sírt. Most már azt mondja, hogy ugye, nem kell téged sajnálni, mert inkább irigyeljenek, mondom, igen. Úgyhogy
abszolút belevonom őt az életembe, és tényleg segít nekem, mondom, lejtettem valamit, cicám a fülbevallom kis dugóját, jön és szedi föl rögtön, segíts megkeresni, nem tudom hova raktad. Szóval ilyenekben már őt abszolút be tudom. Tehát akkor nagy a szerelem. Igen. Hát nekünk nagyon sok vak kollégánknak látó igen. gyerekei vannak, uh-huh. és van egy jogászházas pár is, aki három nálunk gyerek. Dolgozik, három gyerekük három van. Gyerek. És egy kutya? És egy kutya. És mind a három látó gyerek? Az egyikőjük nem, az egyikőjük uh-huh. látássérült, de hogy például ott volt olyan visszajelzés az iskolából, a kettő már iskolás, uh-huh. a pici óvodás, és a tanítónéni elmondta a szülő értekezleten, hogy a lehető legjobban és legönállóbban és ügyesen közlekednek a vakházaspárnak a gyerekei. Hm. Ez így is. Mert a többit autóval hozzák, nem tudnak közlekedni, míg a vakházaspárnak a gyerekei, ugye ők minden nap távolsági busszal, vonattal, mindennel közlekednek, megtanulták az útvonalat, még a két szülőiknek is ugye segítenek. Uh-huh. Tehát, meg hogy borzasztóan meg önállóak, mert nekik meg kellett tanulni. Igen, hogy tényleg önállóbbak. Uh-huh. Önállóbbak, igen. Közeledünk a műsor végéhez. Egy utolsó kérdésem van mind a hármatokhoz, hogy mi az, amin a ti elfogadásotokhoz, ahhoz, hogy úgy törődjünk veletek, vagy úgy viszonyuljunk hozzátok, ahogy ti azt szeretnétek tenni kellene. Erika. Te ott élsz közöttük, uh-huh. tehát mondjuk, hogy azonosulsz velük. Igen, én korábban abban a hibába estem, hogy én is túlsegítettem őket, úgyhogy nem kell. Nem kell. Mindenkinek ezt ajánlom, hogy nem kell. Kérdezzük meg, hogy miben segíthetünk, uh-huh. és ők el fogják mondani, hogy miben Ági. Kérik a segítséget. Te Ági. Elnök Ági. Elnök Ági. Én azt a részét emelném ki, hogy minél természetesebben próbáljunk egymás felé közeledni, beszélve, megkérdezve, és először beszélve, megkérdezve, mert abból szokott ilyen gubanc történni, amikor elutasítás van, hogy hamarabb valakinek megfogják a karját és a könyökét, mint hogy szólnának hozzá. Tehát, hogy ez fontos, és szerintem nagyon-nagyon sok türelem, nagyon-nagyon sok tapintat, és kölcsönösség kell ehhez a munkához. Alelnök Ági. Én a gyerekekben látom a megoldást, és e felé is fordulunk, amikor a szemléletformáló programjaikat csináljuk, és nagyon-nagyon elfogadóak a gyerekek, ő rajtuk keresztül pedig a szüleik. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és beszámoltatok a hétköznapjaitokról. A segítségnyújtásról találtam egy nagyon szép idézetet, én azzal zárom, ez pedig a következőképpen szól. Amikor az ember jót cselekszik, anélkül, hogy kényszerítve lenne rá, akkor Isten lepillant, elmosolyodik és azt mondja, ezért az egyetlen pillanatért érdemes volt megteremteni a világot. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek, hogyha velünk tartottak. Viszontlátásra! Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril divatárul és ékszerüzlet gondoskodik.